tényleg az meg van csinálva, hogy ne történjen ilyen. Igen. What a deal with a man can... meg valami, hogy valami ritka eset, hogyha a vízi dinóval közlekedsz és leszállsz róla, akkor kiröpül az égbe. Na, miért még nem láttam, de... Ezek szerint ilyen is korai lehet előfordul. Repülő delfin. Ja, ezek ugye, szerint... Vagy repülő musza. Aha. És tudom, hogy most megy a stream, vagy mi van, mert egyszerűen... Ez az eseményes módszer, ez más, tehát ez most felejtős, ott külön kódolót kell állítani, FPS-t, bitrát, ajjajjaj, ez majd a következőnél, tehát egyszerűen hihetetlen, hogy elkések. Akkor ez megint egy ilyen jó izé, másfél órás tökölés lesz, ameddigre meg... Annál több is, hát kell belőle tesztadás. Egyszerűen. Épp akartam mondani, hogy minimum 10-szer, hogy megpróbálj. Gusztus ja. Ráállít, hogy én is a laptopra megnézem, hogy mi a helyzet. Aztán... figyelj majd, légy szíves, ír be Facebookra ezért a szervernek a kódját, mert fingom nincs, hogy mi az. Jó, én se... Szóval nehogy bemond, mert megint az lesz, hogy itt a valagunkat kitágítják, itt újnyira aztán. Sőt, gyerekek, nem tudom, megy egyetlen a stream, láttok-e vagy nem. Addig lehet kilőve a monitorképet is, hogy itt probléma legyen. Az enyém az megy. Egyszerűen ennyit balfaszkodni, mint a kezdők, tényleg. Hát ez egyszerűen valami hihetetlen, hogy... Jó, megy, oké, nagyszerű. Hát elvileg van egy... Ani roskatcunk, meg egy Dávid Ijési. Igen. Na. Elvileg nálam. Halli halli, ciao, sziasztok! Ja, én is üdvözlök mindenkit. Most már kurvára remélem, hogy sikerül itt szedni magunkat úgy 3:45-re, mikor 3-kor kellett volna kezdeni. Halli, halli, ciao Alexander, szevasz Wolfgang. Ciao mindenkinek. De Guszti, azt hittem amúgy mindig, hogy ezzel a brazil filmpornóval ezzel csak hülyeséget mondasz. Hát tegnap este beírtam... Nem, van olyan. Éjfél környékén beírtam, igen. Hát baszki, attól féltem már, hogy a szomszéd föl kell, mert én úgy elkapott a röhögés. Hát valami eszméletlen, baszki, szóval... Igen. Hogy ennyire betegek legyenek az emberek azért, ez már durva. Én megértem, hogyha egy ilyen kicsikét ilyen vadulósabb a szex, meg hasonló, de hogy baszki egymást izé orronkő fingani, azért az gyilkos baszki. Ja, vannak ilyen érdekes dolgok. És a nő az olyan fingolt, hogy lemerem fogadni, hogy én, te, a Genesz, meg még a Gab az meg, mi négyen nem tudnánk olyan nem fingani, tudnánk hasonlót azért, semmi. Az meg ezt a kurva. Gondolom, basszus. Ó, azóta ilyen fejlett lett a kérónk, vagy mi? Elvileg elküldtem... Új, de berecsent itt nálam a dolog. Oké, most már jó. Vártam, hogy... Ja, izén, teljesen írtad be? Aha, hát látom a fasz ki lett írtva tisztességgel. Te, ez a miénk, vagy... Kings. Már fölépültek itt a srácok. Hát akkor jó helyre épültünk mi is, basszus. Ezek szerint itt már alapban is volt egy bázis, csak mikor volt az a kis magánakciója a trollunknak, akkor gondolom leeltüntett az épületeket, és most visszaépült megint a srác. Úgyhogy hát végülis elférünk, talán ketten is ennél a tónál. Kiderül, na most viszont a grafikát kicsit visszebb rakom, hogy megszűnt az... Az nem lesz jó, hogyha... Fittesztes dolog. Hát igen, ugye ezt nem tudtuk, mert hát az állatok ott voltak, oké. De ezek szerint körülöttük épület volt, csak ugye azt is eltüntett a csávókánk. Ja, most a Windows 10-nek is baszki ez a böngészője, ez egy katasztrófa. Értitek? Hova a webcímet be kell írni, igen. Ott az a sáv, az nem látszódik. Akkor most mi a tökön? Na, most őszintén, hogyha nem tudnám, hogy örökön klikkelni, akkor most az ilyen dolgoktól egy agyrém, és a YouTube-nak a beállításai pont ugyanilyenek gyerekek, szóval ez egy... Jaj, ez most hihetetlen, hogy most mit kellett itt megint killódni, és nem is lett jó. Na, akkor...
Úgyhogy, ja. Nézem a laptopon, hogy mi a helyzet, elvileg nálam működik minden. Á, Robi, el kell innen költözni, hát tudod, hogy még valami ide került, egy ilyen kerítéses faizé. Tehát tőlünk jobbra is Kings épület, meg tőlünk balra is Kings épület, tehát most... De most a gyerek nem... Hát jó, hát ő valószínűleg amúgy is itt volt, és... Hát leszarom, de hát mi már itt vagyunk, hogyha most nem jött be, bazd meg, akkor most... Mert azért voltak itt az álltok, tehát itt valószínűleg bázis volt, meg az a nagy. Úgy van. Úgy. Jó, azaz, most... Driver Crash. Az igen, ez karrier. Na, hát te így kell indítani a live-ot. Pedig a zeket csöcseiddel már itt állsz, ahogy papi mondaná. Hát az addig oké, okay, hogy ott állok, de paszki. Most már tízedszer írja ki, bazd meg, hogy ezért, hogy összeomlott a driver. Hát igen, majd a karrierbe fullad, az látszik, szóval. Kemény, tényleg. Nyögvényelősen mennek itt a dolgok. Lehet, hogy akkor viszont költöznünk kéne tényleg valami olyan helyre, ahol... Jó, hát elviszünk mindent, aztán ahol... kész. Te jól látom, hogy a papi... Megosztotta a papi a izét? Na, akkor meg duplán figyeljünk el, ne égjünk be, Robi. Megosztotta a papi a live-ot? És nem tudom, mert a változatosak kedvére telefon is így... Így forog az izé, hogy tölt, de sok minden nem történik. Most aki én nálam nézelődött, az most szerintem az úgy sokot kapott, mert én nálam már ki is írta, hogy offline, így a laptopon nézem. Mm. Gyerekek, már ma Armageddon van, ez tény, szóval... Hihetetlen. És egyszerűen nem bír betölteni a Facebook, érted? Tehát nem tudom megnézni. Olyan, mintha 20 évvel ezelőtt lenné néha a betárcsázós izénál. Igen, írja MB csapat, hogy megosztotta. Figyelj, papi is fog live-olni, kérdezi MB csapat, hogy papi be fog-e nézni. Csak ugye neki is, ő is kiírta, tehát ma valami országos probléma van, gyerekek. Tehát kiírta a papi is, ha figyeltétek a Facebookját, hogy mivel a Steam úgy gondolta, hogy gyök kettővel szedi le a frissítéseket, ezért 5 órára csúszik neki az első live-ja. Tehát egy káosz, hogy mi van itt ma. Jó, akkor... Tehát senkinek nem akar összejönni dolgok, most valami nagyon... Szervusz Márti, az igen, sziasztok. Na jó gyerekek, és szerintem mindjárt újraindítom a gépet. Rámegyek arra, hogy elindítom a Radon Drivert, ugye a Crimson-ot. Ugye, hogy megnézem, hogy még él egyáltalán itt a videókártya, vagy sem. Erre kiírja, hogy a Radon Settings Host applikáció működése leállt. És akkor meg van szürkülve a kép, szóval... Aha. Most az a gond, hogy nem tudom nektek képeket elküldeni, de szerintem nem mindegy. Úgyhogy... És ez most az új Crimson? Ez az új Crimson, nem tudom, az Arka úgy látom, a leges, legújabb Crimson, mert nekem az egyel az előtti van még szerintem. Ez a mostani, nem tudom, most lehet azért, mert hogy nekem fő van tépve a videókártya, kicsit nagyobb sebességgel, még mi van vele. Hát mindegy, úgyhogy, na most odáig... Dühönbe lődözök egy paraszaurt íjjal. Mindjárt jövök, Guszi, szóval jó. Az egész gépet, mert én meghaltam. Na, egy perc az vagyok. 104-es. Na hát, amíg Robi próbálja összeszedni a technikáját, addig mit leszurkálunk egy 104-es parát, ami beleakadt a sziklába. Papinak meg köszönjük szépen a megosztást, és innen is üdvözöljük, reméljük akkor ő is. Hát, hogyha ez egy hosszú live lesz, akkor papit is megvárjuk még, illetve hogy indítok egyet még külön. És akkor tartok szünetet. Mellé ütök gyerekek, majd lányos zavaromba, inkább több bőr kellene nekem. És látom, szintet is léptem. Guszi, amúgy most mi volt... Tehóval, már hogy mi? Hát az állatai megvannak. Aztán ugye neki is az épületei eltűntek ugye a trollocskánk miatt. Hát most kiderül, hogy mi van, be is köszönünk a közösbe egyet. Nyom, egy kis végtet, mert végtből soha nem elég. Illetve nyomnánk, csak ami lag volt. Legyen több live írja Kukrivelek. Hát Kukrivelek, elég sok live szokott nálunk lenni, tehát volt, hogy napi 6 is lement, úgyhogy nagy üzembe megy. Kérdezi Máté, szoktam elolozni. Hát Máté, ez inkább papinak a reszortja. Mobban állunk, általában Heroes of the Storm van, ha van, viszont beszéltünk erről papival, hogy valószínűleg fogunk tolni egy olyat, hogy
A GK csapat is én, tehát még négy embert összeszedek magam mellé. Papi is összeszedi a hoccos cimboráit, és akkor összecsapunk egy élő adásba egy Papival egymás ellen, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy az hogyan fog kisülni, mi lesz abban a dologban. Guszti, gratulálok, ha 600 feliratkozó, írja Nikó, köszi Nikó, hát ez a savarész Papi érdeme volt, ugye, és live-ja után ugye átjöttek páran, ami tök jó. Ami egy jó dolog, parára végtet rakunk cipekedés miatt, és egy kis movement speedet, legyen meg a 300-es végtje. Kis HP is kéne neki, azért ne essen össze minden szellőtől. Aztán akkor hozunk rá, illetve csinálunk rá nyerget. Na, mi a helyzet? Na, visszaérkeztem, mert most már kiterültem minden hülye profil, minden szart a raidomból is, úgyhogy nehogy még véletlen is az legyen, hogy... Na, hát megpróbálom elindítani ezt a nyolyás játékot. Na, nézzem. Amúgy Windows update-em is volt, hát egyértelmű, szóval... Ja, igen, gyerekek, igen. Hogyha tehetitek, vegyétek meg a Windows 10-ből a Pro-t, hogyha az van, hogy Windows tudtok venni, és van rá egy kicsit több pénzetek, mert ez egy akkora egy... Akkor már Pro kell? Akkor egy rohadt egy agyrém, hogy a Home-ban nincsen egy olyan opció, amivel le tudod kapcsolni azt, hogy ne automatán csináljon mindent. Szóval azt se tudod beállítani, hogy normális, hogy ne induljon újra, mert egész végig baszogatni fog, szóval el tudod halasztani, csak hogy majd állandóan nézni. És mindig, amikor elkezdtek játszani, vagy valamit csináltok, olyankor tuti biztos, hogy ez elkezd szórakozni. Meg kell nyomatni az ézéket, ja. Itt van gamma? Van, hát Xefinél igen, tegnap pont. Néztem Xefit, ahogy mászkált itt Giganotóval. Sőt, azt hiszem, kinéztetek a Xefinek a live-ját, le is dobta, azt meg is kajálta az én. Hogy megijedt szegényem. Megett a Giganotó. Na most kiírta, hogy becsatlakoztál. Ja, már jövök, ja. Most talán jó lesz a dolog. Látom, Nikolász Hepp kiírta Diplart. Hát, tessék, én nekem megint pittyeg, úgyhogy ja, most meg a vírusvédelem teljesen tökéletes. Hát most igen, miért valaminek most muszáj. Most már jó lenne a Winchesteri kirepülnő a házból, aztán itt pingpongozna nekem a szobában. Ja. Kérdezi Máté, az melyik moba lenne? Hotz, Heroes of the Storm lenne a papiék elleni buli. De viszont már tuti biztos, hogy megvagyunk, tehát még így a GK csapat is több emberből áll, mint öt, tehát oda nem hiszem, hogy tudtok jönni, de szokott lenni mindig GK VS nézők, ahova mindig csak egyetlen egy néző szokott bejönni, és ez a Varga TV, szóval gyerekek, lehet jönni, jó? Ilyet akkor tartunk többször. Heli, Bacher. Na most már mozogtál, Robi, itt benn vagy? Most itt vagyok, nézelődök. Ha nézd meg, ugye itt van egy, és akkor tőlünk balra is van még az a kerítés és cucci, szóval... Lehet, hogy majd beszélünk Patrikkal, hogy... Valami nem teljesen mókerbe, az meg 20 FPS-re megy a játék. Várj egy kicsit, mert indulás után nekem is gáz volt. Úgyhogy... Hát, hogy csak azért. Olyan zsákon, most akkor pakoljunk megint mindent fel, aztán menjünk arra, vagy mi a tököm. Figyelj. De ne sokkal, tehát valahova... Menjünk ki oda a partra, ahol a 4-13-on voltunk. Menjünk oda, igen, akkor tényleg az lesz a legjobb, ottán nem foglalt. Figyelj, az állatokat tömjük meg, amennyi cuccot csak elbírnak. Látom a szarvasnak is, még teszünk is rá végtet. Jó, hát a szarvasba is mehet 321 végnyi cucc. Te az asztalt nem tudjuk elvinni, a Smithit? Ó, basszus, mi a szar legyen? Vagy egyelőre költözünk el az új helyre, ezt meghagyjuk itt. Aztán átvércipe kerünk. Aztán majd átvisszük. Ja, hozzuk az állatokat. Jó, vigyük a lényeget. Várj, a húst azt sütök, mert előbb levágtam egy izéparát. És akkor hát gyerekek. Egy mini honfoglaló lesz, tényleg csak egy mini. Mert tényleg nem akarunk itt ilyen tumultusba lenni, meg gondolom ő se akarja a srác. Tényleg ha itt volt régebb volt, akkor veszük a fáradtságot. Elmegyünk oda lakni gyerekek, ahol a 413-on laktunk, aki még emlékszik. Csá mindenkinek. Én is üdvözlök mindenkit. Utólag. Ó, itt egy kék. Kéket ki tudjuk már nyitni, vagy?
És én most fölteszem a kérdést megint, mi, hol jön az atombomba, vagy hol jön a meteor, vagy mi a zsák van már? Nem, beszart megint vele? A stream még mindig izé? Offline? Vagy mi? Jó, na most én kibekapcsoltam, megnézzük, hogy mi lesz. Gyerekek! Azért ez most már kezd tényleg ilyen durva lenni, szóval nem tudom már, ami van. Magázzon, és mondom nem csak nálunk. Hétfő van, szóval nem akarok igen, semmi dolgozni. Igen, tényleg, hétfő, igen. Robi is közvetíti, igen, tehát közvetíteni hogyha akarná ha az azt akarja a rendszer is, de egyébként, hogyha majd menni fog itt a leírásban az újaknak, mondom a Robi csatornáját megtaláljátok, Ereret Workrock Robert csatornája, így ki van írva, és akkor ott sem maradtok le ezekre a dolgokra, általában sokszor nyomunk közös live-ot, szóval lehet két szemszögből nézni, stb. Meginduljak az állatokkal addig? Nem. És hirtelen, és vágom, merre van a part? Arra visszafelé? Ott, ahol van a drop. Most, arra felé? Van. Igen. Jó. Király. Jó, hát megsül addig a hús, esetleg nem viszel tudom. Viszel valami guszti, vagy most mi? Figyelj, szerintem igazából mi a bőrt rakok el, többit az mi? Fény van itt kiégetett, ezt elrakom. Az Isten igazából többi ugyanúgy maradhat is a francba. Maradhat meg. Azt a blueprintet, azt az Apprentice kitin blueprintet, azt azért viszem magammal, viszem be, a ja. Nyilat. Igazából. Az ilyen nyersanyag az meg fölösleges, mert kétszer hát az itt, valaminek, aztán... Az... Itt a szamar megy, igen. Kratguszti 600 feliratkoz, köszi szépen. Milyen hosszú a live? Hát gyerekek, mire itt végre helyreáll a Robinak is, meg nekem is szerintem el leszünk. Nem zárom le 4-kor, mert igazságtalanság lenne veletek szembe is, mert alig tudtuk elkezdeni egyáltalán 4-re. Tehát 4:30-ig én tervezem, jó? És akkor utána szünet, elvileg papi 5-kor indul, és elvileg, ha jól láttam, írogatták Facebookon, hogy nagy az esély rá, hogy arkozni fog, el is felejtettem tőle megkérdezni. Hogyha igen, akkor szerintem még vissza bejövünk. Addigra talán hazaér Patrik is, és neki tudunk állni itt munkák adni. Szervusz, Róka, Koma. Ciao. Mindenkinek, aki most jön. Majd papival is értekezünk, hogy ő milyen technológiákat használ, meg a tökön tudja. Igen, tehát... Ez... Jó, elbír engem ez a dökség. Ügyes. De én a Bambira nem tudok olyan felszállni, nem? Mama, aztán az nyerekkel, hogy jössz a parával? Még viszem a szarvasokat. Én viszem a szarvasokat, megyek itt, menjél csak a parával. Rakta el húst? Nem. Akkor tegyél el 5-öt, többit akkor minek? Meghagyjuk. Hát, minek? Ha kell. Ha nem kell, akkor bó. Jó, sőt, hús. Aha. De Isten igazából szerint bogyót, aztán ez. Hát jó, hát persze. Osd el a kötőzet, azt akkor menjünk. Akkor én megyek a parával. Rigóban nincs semmi. Szerintem nincs. Ez egy döglött hús, az van. De az a kék drop, ez... Nem erre a dropra gondoltam, nem itt kell kimenni amúgy. Hát akkor menjünk, erre kell, mert nekem fingom nincs, aztán megyünk a... 25-ös vagy Magosztik? Elvileg jó a telájavod is, azt írják. 26-os vagyok, akkor megtűnt. Hát akkor nyisd ki ezt a... Előbb aláálltam már, csak akkor még messzi volt innen. Ahhoz, hogy leérjen. Szar van. Metal pick, Ramshackle. Hát meg az meg jó is jön. Water Jar-nak a blueprintját, ezek ilyenkor. De Guszti, ez hány szintet lépett, baszki, te már? Most, most nyomom rá itt a sorba, bazd. Hát megy a szintlépegetés elég jól. Azt rohadt életbe, baszki. Na merre van a part, felderítő barátom? Mert akkor arra merre van. Szervusz Boton, ciao, szervusz Simko. Szevasztok, srácok. Az Sami, egy jobban a Simco, vagy... Jó. Nem, olyan jó... Na, ott is jön egy, ja. Ja, azt meg nem bír kínni, az meg még nagyobb. Ja. Megvan pakolva a para. Ezért akartam ide letelepedni. Vagy tudod, hol telepedjünk? Van még egy jobb ötletem. A... Halastó? A halastó. A halastó. Köszi Simco, gratulációt. Várj, akkor menjünk arra, hú, az anyád. Ha belefér az időbe, rókokom, akkor tudunk tárgyalni tényleg, csak most nagyon-nagyon necces a helyzet. Lag is van. Lag van, mert nem tudom őket. Jó. Figyelj, szarvas, hogy elintézte. Az jó, mert itt most a YouTube livestreameléssel voltak problémák, és még nincs is megoldva, úgyhogy utána ráállok arra, azt 5-kor lehet jövünk vissza ide, hogyha lesz papi, úgyhogy... Ja.
Buszi, basz, mi a létökön, hány majom van itt? Hát menjünk, mi mindegy, fussunk, nehogy a majom belénk ösön, akkor itt maradunk mindannyian. Ja. Milyen szinten nem jó még vele. Lesz simkó, már lesz live, meg minden egyéb, kiírok majd mindent. Rájkod, ne csapjuk ki. Á, ne kössünk be, mert megint csak megdugálják az állat. Hú, baszd, 88-os. Á, akkor meg főleg. Előbb telepedjünk le az új helyen, aztán majd onnan működünk. Erre van a kijárat? Itt az egyik, jó. És igazából nem a... Ez másik felé visz, ez a hegynél jövünk majdnem. Majd. Ez is jó, nem? Jó, hát jó, persze. Tudja valaki, hogy kell Xbox 360-ról gameplay videót? Tehát az általában, ha jól tudom, ilyen capture cardokat szoktak venni, Gábor. Tehát igen, külön egy kis kütyüt, amivel át lehet nyomatni. Tehát azt utána akkor meg még a gépre is föl kell raknod, szóval... Igen, tehát a konzolról sem. Ez igazából semmiről is egyszerű ezeket csinálni, szóval... Meg ugye akkor fel kell töltened, szóval hogy nincsen egy ilyen jó 10 megabites feltöltési sebességed, akkor úgy kicsikét rázok is a műsor, mert... Hát, ja. Amikor lesz egy videó, egy normálisabb minőségi videót, hogyha szeretnéd csinálni, az úgy fog kinézni, hogy egy ilyen fél óra vagy egy óra, azon 4-től 10 giga. Szóval attól függ, hogy mennyire jó minőségűt akarsz csinálni. Ha tényleg jó minőségűt akarsz, akkor bele fog karcolni simán 8-10 gigába, aztán akkor agyvérzés. Akkor azt mondjuk a föltöltődő ilyen nézé, falhúgyazó fajta nettel, Te, itt is megy ez a Touch Foundation lerakosgatás? Hát nem tudom, de az szerintem... Ez baromi jó. Ezt azért megszüntethetnék, mert az eléggé gusztusan egy dolog. Ráadásul itt ugye nem is tud sebezni, csak hogyha Red John. Hát ez honnan. Nem tudom, ez nem ismerős nekem az, hogy Red John. Hát most kibaszhatjuk, mert a halastónál is itt ide pakolta. Hát jó, és ahol laktunk, nézzünk el arra, ahol a 413-on laktunk. Ja. Lesz valamikor éjféli live? Ó, már volt is. Bár nem volt így kinevezve, hogy éjféli live, hanem így szépen belement éjfélbe. De egy full Carlos is valaki, baszki. Tömködi a majomnak a balagába. Bogyót. Te most egy olyan genyó, hogy oda basszak neki egyáltalán a majomnak. Idegbeteg lesz ő is, meg a majom is. Szóval végig leszünk ergetve itt a part szakaszon. Ja, végül is a bambik azok rá. Ja, látsz, gyújtok pilácsot, nem is tudom miért raktam el közbe. Hát, fordunk. Emlékszel arra nagy épületre, ami itt volt a víznél? Ja. Vagy várjál, Gusti! Az egy éjszakai kommand. Hova? Menjünk föl oda, itt, erre, visszafele. Hát de ott vannak a házak meg a foundationök, nem? Itt a dombon, fönn. Hát ott volt a ház. Itt. Erre? Akkor a mellette lévőn volt a ház? Itt a Mátéval a madarat. Ja, emlékszem, de itt is foundationök vannak, tehát itt végig azon. Ó, hogy húgyozd össze magadat, tehát még nem igaz, te. És ki ez? Várjál, hopsz, nem, mi pakoltuk vissza, tűntetek ide csak szók, mert itt voltam, hogy beépítik törlés előtt. Szervusz, Ferenc, de ezt magyaráztam én is, tehát hogyha figyelted a live-ot, akkor elmondtam, hogy valószínűleg itt már volt bázis, csak ugye a szerver trollkodásnál törölve lett, és azért maradtok ott az átajtok, azért költöztünk el. Érted? Tehát ezt mondom én is. Ugyanezt bazzik, mondtam. Akkor most itt nézelőzhetünk már megint itt meg szépen ki van rakva minden. Touch Foundation-nel, úgyhogy... A húsevő szigettel szembeni part szakaszunkat nézzük meg. Ott van... Ja. Van fa, van minden. Elegész jól el voltunk ott a 413-on is. És rossz minőség a live, főleg a kamerád, de live megszokál. Hát ez érdekes, mert végül a papi szólt tegnap, hogy mennyire meglepően éles a kameraképem, úgyhogy akkor ott valami... Valami gáz Wolf, van. Wolf, ez Szefinek a izé. Ha YouTube-os Szefit ismered, akkor na, ő neki a szervere. Még mint megkérdezed, csak Szefinek az engedélyével lehet bejönni. Szóval... Hát, ja igen. Aki a csoportban benn van, az tudja a jelszót is. Itt
te jöttek a víz. Igen, de hát én ugye sejtettem, hogy mert jóval régebb óta volt itt épület. Úgyhogy most keresünk egy olyan kis helyet, ahol régen arra laktunk a 413, elvileg itt nem lett senki. És itt rohadt dús a növény, Robi, tehát itt úgy néz ki, se ház, se tetszfán. Itt jó is, nem? De várjál, pontosan ott, ahol állsz, szerintem azt itt állt a házunk a 413-ban, ott, nem? Ott meg ahogy bekanyarodik a víz, ott meg ott volt az a vízi lószám. Jó, ez itt jó, nekem tetszik. Megtelepedünk itt? Mert akkor leszállok az állatról, aztán akkor neki áll rakni foundation-t, meg stb. Ezek hogy bőgnek? Tudom, Máté, majd a minőséggel még lesz dolgunk, lesz vele gondunk, egyelőre 720p-ben megy, lehet, hogy így is néha átmegy az arcom homályba, én is láttam már pár live-ban, amikor visszanéztem, de úgy általában véve jónak kell lennie. Tehát annyira foltos, kockás, szaros nem lehet, ha emlékeim nem csalnak. Gábor azt mondja, hogy okos tévén nézi, semmi baj nincs vele. Na, annak viszont örülök, amíg tévén is jó. Várjál, mondom, hogy hol voltunk pontosan. Ez még nem, mert itt a pont a széle. Ott, amerre te voltál, a kőn túl vagyunk. Ja, mert a kőbe akadtál mindig a rohadt izé. Na, de hát jó ide, nem? Parnó. A végis oda is jó, csak... Mert itt a plac, tehát itt ez tök lapos, nincs fa. Nincs kő, tehát itt amúgy se volt semmi, azért kéne ide. Jaj. Megmondom, hogy hol voltunk pontosan, mert pont azzal az egy repülőkvedző volt házzal a hátán? Csak egy villanásra láttam, de lehet. Szervusz Firka, szervusz Dani, szervusz minden új embernek. Sziasztok. Szia Guszti, srácok. Egy kérdés, tegnap egész nap nem tudtam kommentelni. Ez a kérdés, Firka? Nem tudom, hogy miért. Guszti, itt voltunk, ahol most vagyok. Ezzel egy vonalban. Mi a zsákom jön? Nem tudom. Ja, ézve. Mi volt az? Kompi. Igen? Ja, még jó, hogy jönnek a bombik. Mit akart volna angyalom? De itt nyekeregnek még a dillók is. Green screen, miért elkezdek? Igen, még a green screen is szórakozik? Egy gyerekek, hétfő van. Tehát ezt kiterjedtük az előbb. Ma valahogy az összes YouTube-osnak bal szerencséje van ezekkel a dolgokkal. De azért összeszedjük magunkat előbb-utóbb. Te nagyon jó, hogy hoztam itt a havert magammal, baszki. De ránézek a green screenre, gyerekek, hogyha tényleg kilódik. Egész jó. Most egész jó. Viszont a másik Bambi beézvét szorult. Haver, gyere már! Guszi azt mondta, Szefő, hogy szívesen bevesz a klányába. Ezt mondta Nikó, hát végül is akár csatlakozhatunk is, most itt mi megint költöztünk. Robi, te mit szólnál? Nem mindegyet, végül is... Jó, attól függetlenül én nekiállok ide egy kis izét venni, aztán hogyha úgy van, hogy összezörrenünk velük, vagy találkozunk, akkor én benne vagyok. Ja. De húba kedve, viszont szerintem szebb lett a part, nem volt ez ennyire, vagy csak azért, mert most... De dús a növényzet, mert nincsenek itt házak a parton, ugye 413-on itt végig teli volt, tudott a Katrináék is. Az igen. Mi a tököm? Hát... Mi? Paszki, milyeneket ugrál ez a Bambi itt? Paszki, ez... ugrál? Szerintem, baszki, mert fölment a sziklára, az a szikláról elugratott a másik szikláig, azt mondom, meg vissza... Nagyon nagyokat ugrak, soha gyorsak is, basszus, úgyhogy... Jó, mindegy, jövünk vissza, na. Duffy has joined this arc. Miért kezdtetek el vidizni? Kérdezi Gábor. Nem tudom, amikor működik, és nem szorik be a YouTube, meg minden, akkor élvezzük. Nem, miért kezdtünk el videózni, azt kérdezte a Gábor. Jaj, miért? Hát azért, mert hogyha... Megmondtuk a brazil fing pornókat, és lényegében... Ez egy jó válasz. Nem... Miért kezdtünk el? Hát... Jó kérdés. Azért, mert szeretünk volna valami olyan dolgot csinálni, én személy szerint, ami hogy mondjam, számítógépe kapcsolatos. Én nagyon szeretnék olyan videókat csinálni, például mint amit a Linus Tech Tips-nél, az angol Linus-éknál lehet, vagy jobban megnézheted.
ír be azt, hogy Linus Tech Tips, vagy Jason Lucent. Na, ez a két vadmarha amerikai, ezek nagyon-nagyon komolyan nyomják, elég kemény feliratkozó táborokon, és ez szerintem a legnagyobb elismerés, amikor egy videókártya gyártó, mint az MSI, vagy van nem is egy videókártya. Elküldenek neki egy olyan videókártyát, ami még meg se jelent. Ja. Csak azért Jay-Z. De itt Máté írja a legjobb választ rá, hogy miért ne kezdtek volna el vigyorgó. Ja, ebből. Lényegében, ja, ez jó. Egyébként bátorítok, szoktam is bátorítani mindenkit is, hogy aki tud valamit, és nem mint hogyha a videójátékok játszásához olyan nagy tudás kéne a többi dologhoz, már annál inkább, nem tudom, profin sakkozol, kötsz, súlyzózol, röplabdáz, akár mit csinálsz, állj neki, nyomassol a videókat. Minden, csak ne 18-as körig a kerrel, mert azt nem rakodott fel a jó. Csinál a százi pornót is, csak azt nem YouTube-ra kell feltölteni, hanem RedTube vagy valami hasonló. De csináljátok, gyerekek, jó, az ember sokat tanul. Az ember sokat fejlődik már eleve azzal, hogy vastag bőr csinál a fejére, hogy a trollok támadásait kibírja, tehát fejlesztés az embert, akárha csak ezt veszed. Meg hát jó, emberekkel lehet megismerkedni, az egész szórakoztató is jó. És nem pont gamer csatornára gondolok, bármit, aminek neki... De Guszi, nekőből csináljuk inkább az ezért? Házat már eleve? Aha. Nem volt kedvem követ szedni, de neki átszedni a követ, aztán majd kicseréljük közben, vagy valami. Azt még ilyen szélesre megcsinálom, hogy legalább mégis lássuk, hogy hogyan fog állni a ház. Csinálok szekrényt. Egyelőre ennél nagyobb nem kell, és akkor... Várj, de a követ a deszkapadlóra is rá lehet rakni? Aztán utána ki tudom cserélni? Persze. Ez az előbb milyen szerint kövek azért visszaszpánolnak még ide. Okay, de ki, rohadjon meg, hogy ki ég a szemem, baszki, tehát ezért utáltam ezt a helyet. Ja. Megvan-e Buzulmán? Kérdezi Simko. Igen, itt van. Itt van, megvan, és már nyerget megvan. Is kapott, mert kraftoltam neki még a live elején. Megnézzük, mit kéne kitanulnom. Mi van, OMGTL kérdezi, hogy milyen tudású gépen nyomjátok az enyémet, megtaláljátok a névjegybe, semmi extra. Robi meg talán lehet, hogy mondani szóba az övét, az egy kicsikével jobb, mint az enyém. Na most is szóba így mindent. Hát proci RAM végé a... Proci téren van egy i7 4790K, ha jól emlékszek, ez a neve neki. Ez körülbelül egy 4600 MHz-en van. Igen. Akkor van benne a gépben 16 giga RAM, ez G-Skill Ripchav, 1866-osak, és fő van állítva, ha jól emlékszem, 2400-ra. Fő van húzva. Még, már ér csak. Videókártyából egy Sapphire L9-390-es videókártya van. Meg amúgy alaplapból, hogyha szeretnék annyira tudni, egy MSI Z97 Gaming 3-as alaplapon van. Volt egy Asus alaplapom is, az, ha jól emlékszek, Maximus 7 Ranger. Hát arra azt tudom mondani, hogy az úgy, ahogy volt, annak a lamportja megnyekkent. Igen. Vagy azért lett cserés a gépezet, úgymond. Aha. De Guszti, én már majd teljesen kitanultam itt a háznak az összes részét, sőt ki is tanultam. Jó, figyelj, ki akkor... Kőből teljesen meg is tudom... Teszek mondani. Egy szekrényt. Már csináltam két szekrényt. Akkor tegyél le szekrényt, és akkor én meg elkezdem meghordani kővel meg mindennel, de lehet mindjárt viszem az állatokat is. Ja, aztán bírtad az állatokat is. Én alapból nem szeretem az Arkot, de a Hunger Games-i szervereken már voltam, haverom a karriával, kukkot sem értek a játékot, de már hármat nyertem, de mindig szerencsétlen kell a bot össze. Ja, a fitteszet mondod? Ja. Az jó egyébként, csak egy stream közben nekem az annyira killódik, szóval aki látta a tegnapi live-ot, paplovaggal ott is úgy le kellett bontanom a grafikát, és amúgy is Még így is a menübe is kurva lassan lehetett mozogni, tehát szenved az egész, a fitness mondot, ott azzal még gázok vannak, tehát nem csak nálam,
Ott vannak problémák. Szerbusz, Petrikos. Ott kell meg egy kilométeres lagót. Szeva Gyuri. Igen, lag volt meg. Utólag kaptam meg a fát, amit vágtam, de megjött. Nikolász Hebb beírta, ugye észrejé, hogy erre a YouTube-os dologra, hogy mit lehet fölvenni. Robi, profin, rejszolok, az jó. Hát, figyelj, ez teljes mértékben jó, igen. Ez azért lesz jó, mert majd a fiúk meg fognak találni, csak rak föl a RedTube-ra, meg rakja a házszámodat, és akkor biztos, hogy menni fognak a fiúk, és majd... Ez nagyon jó majd volt. Amikor majd valagad ki lesz tágítva, hogy ilyen ötúnyira, aztán szar, és úgy esik ki, hogy... Így? Akkor teljesen tökéletes. Én nekem oké. Én erősen képzelem, hogy sok nő ráfanyarodna arra, hogy te hogyan rejszolsz. Vagy nem is az, hogy majd kapsz egy-két ilyen 60 éves mamit, vagy 70-et, amelyiknek ilyen tépüzzalás nincs. Robi, Kvedzás ház közeledik. Kvedzás ház hol? Itt jön el. De nem, aha, nem az baj, hogy nincs távcsövünk, így nem látjuk ki. Szervusz odafönn! Lezuhansz! Hali! Mire Robi szállítani? Köszi, nem tudjuk, hogy ki vagy, az se, hogy mit dobtál-e, lehet, hogy csak kakit, de nem, mert azt az idő. Ne, fa, Robi, fa. Köszönjük szépen időben. Jaj, Robi, figyeld, mit mond, mert levettem a voice-ot én a... Azt mondta, hogy szívesen. Fakker, most még bejön még a... De ki volt ez? Ki ilyen rendes? Ez rohadt jó ide szart nekünk. Na Robi, akkor nem megyünk bányászni, akkor igen, akarom mondani ezt, hogy próbáljuk bepakolni a szekrénybe. Köszi szépen, hogyha visszanézed valaha a live-ot, vagy valami, és így is hallani fogod, hogy megköszönöm, ez szép volt. Ez jó volt. Hát, most elvileg, nem, 200-nál több fel. Ó, Robi. Jó. Itt a lehetőség nekem, hogy megmonyászolak hátulra, alig tudsz mozogni. Baltával vagyok, így az széthasítom a fejlőt. Na, az nava csivari, jövő. Tényleg gyerekek, akartok vagy csivarit? Aki vágja, hogy szoktunk fele nyomulni, akkor írjátok meg, mert akkor bevállalnánk egyet. Robi, egy ilyen team deathmatch, meg egy ilyen... Ja, valamikor délután. Már úgyis már toltam egy kanyart, úgyhogy... Kérdezték, hány évesek vagyunk, Simko írja nekik, hogy Guszi 42, Robi pedig 15364, hát kb. Ja, amikor úgy igazán le van egy ilag. Egy múmia kategória vagyok, szóval. Én adtam Guszti ajándék a sok fa. Ja, mondjad már. Puskás Ferenc. Személyesen. Aki épült a... Tehát aki ott van a tónál. Köszi szépen, Feri, köszönjük. Wolf, most mit mondjak erre, hogy az Arkon nem jövök be addig, ameddig ki nem javítják a szarokat. Erre annyit mondok, hogy most se az egyszer, amely játszok, szóval... Meg ugye a Guszti most itten piszkál, hogy jöjjek, úgyhogy... Hát persze, azért jöttél be, mert piszkáltál. Persze, hát egyértelmű. Ja. Meg le tudtak majd lövöldözni, majd még gyalázni. Ja, nem nézzük, hogy gyerekek, mindennek megvan az előnye. Inkább még egy arkot írja Vader. Vader, mondtam is, hogy valószínűleg lesz fél öt előtt van, amikor megállunk, mert elvileg papi ötkor live volna, és nagy valószínűség arkot live volt, akkor szerintem mi is bejövünk, jó? És akkor majd utána lesz csivari, aztán szerintem már nekem annyi, mert utána olvasgatás jön, meg kutakodás fórumokon, meg még beszélek papival is, mert ezt a... Hogyha papit véletlenül el tudjuk kapni, úgy akkor le kell informálni, hogy hogyan vannak itt a technikák, mert... Vannak gondok a live-val, amik nincsenek megoldva még, és amiket meg szeretnénk oldani, de a három live-ot ma is tartani akarom, úgyhogy... Jó, oké, akkor Nikol, csak azért, mert most már mindenkinek szinte ugyanaz a neve, és már azt sem tudom, hogy kit hogyan hívjak, szóval... Igen, igen, Bandi, úgy volt, hogy nem lesz szart, mert a faszom teli van, le is lőttem még a madaramat is. Képzeld el. Mikor? Úgy, hogyha Peronodon, vagy Teronodon, vagy anyám kínja a neve neki, baszki, hogyha még egyszer a közembe jön, golyót röpítek a fejébe. Don Dumbledore elbújhat majd mellettem. Gusztáv, mik azok a színes lézerek az igen, kérdezi Rókakom, hogy ja igen, te nem vagy arkos. Lézerek. Droppok vannak, ugye csomagok, és megvan, hogy melyik színűt hányas szinttől fölfele nyithatod ki, és akkor ugye van benne, mit tudom, fa, kő, egy-két butor, fegyver. Nézd át a streamemre, benne innen, de rohadék! Mit csinálsz?
Hát nem bírok megmozdulni, mi az, hogy van már? Hát, menj már a tökönbe innen, te hülye dög, bazd meg. Hol van? Hát olyan lag van itt már, hogy szétszakad már minden, az Istenik. Ne, nem mész el, nem mész el. Á, sétad meg egy trájék, inkább nem. Bazd meg, meg akarok, ú, gyerekek, hát menjetek a tökönbe, hogy izé, hogy nem lehet lépni ebbe a szájba kefét játékba már, hát. Mert mi van, hol vagy? Múltkor ezen akadtam ki, hát bazd meg, elakadsz a fába, bazd ki, ne hűtsem majd már. Majd mindjárt kivágom mindet. Itt a bazd ki, egyáltalán felszedtük már mindet innen? Felszed, jó. Hát, amennyit föl tudtunk, azt felszedtük. Felét hagytam eltűnni csak, nem. Na, gyerekek, nézzetek át a streamemre, itt vagyok a sárga dropnál. Most mondanám, hogy kinyitom, de rohadjon meg, ez valami 40-es vagy 50-es szintén, meg alig vagyok 25, szóval. Ja. Most jelen pillanatban nem tudom kinyitni. Ja, jött követszedsz föl a padlóról is. Itt jó az. Csák Gaming kanális, tegnap óta nézlek, örülök, Bakos Pál, de jó neved van. És egyébként Len a leírásban megtalálod, akivel éppen itt kommunikálok, meg akivel itt szapuljuk egymást Robival. Neki is ott van a csatornája, az Erreret Work. Tök jó, zárójelbe. Igen, az Erreret Work YouTube csatornát keresd. Ja, bocs, közben itt én is itt, jó, persze. Nikó itt írogat, aztán most arra válaszoltam. Ja, jó van, jó. Lényegében akkor odaírom mögé, hogy neked, hogy csak Mikó, úgy jó, persze zárójelez be, és akkor így egyébként frankó múlja. Mindenki itt van, még a gaming anál is, igen, szuper tippos. Ugye, hogyha van egy gaming villád, akkor kell egy gaming kanál is. Ezt már múltkor megbeszélt. Próba kell, de viszont ne tudom is olyan csinálni, hogy a laptop így elférjen a monitor mellett, mert olyan idétlenül nézek ki, hogy mindig így oldalra nézegetek. Csinálj valami helyet. Nem mint itt én is telóról nézem, de hát... Azért telómon be se jön, nem tudom miért. Offline lett a live, akadozik. Ó, gyerekek, nem mondjátok. A hétfő újra támad? Azért ne legyen nagyon egyszerű még, a dolog. Várjál, Guszi, ránéz, aki... Én szerintem nálad jól megy. Nálam megy. Igen, frissíts, légy szíves a jézeitől. Próbáljátok végig, nyomjatok egy F5-öt vagy valamint, tehát elvileg mennie kell a dolognak. Vagy más nem, zárjátok be a böngészőt, aztán indítsátok el megint, hubba kell, mit csinálni. Ja, nekem is múltkor meg kell csinálnom, azt hiszem, hogy Szefinében teljesen behalt az egész izé. Ó, szervusz! Te leszel a vacsorán. Dodókat nem tartom, Guszti. De csak most öltem meg. De most észrevettem. De amúgy jaj, kiüthetnénk egyet, ez úgyis ökölben is. Kibülnek, mit lehet dodót olyan? Ó, basszus, pedig az tök alap dolog. Azt hiszem a... Teranodon? De. Vagy azt dilló tojással kell? Most nem az ő, hogy azért, de most mi ennyire ritka hülyék vagyunk, vagy tényleg ennyire ritka hülyék Robert, vagyunk? Miért lett ez a csatornád neve? Hát egész egyszerűen RR-et work, az azt jelenti, hogy Rock Robert munka közbe, mondjuk. Ja. Tehát ez pofon egyszerűen ennyi, hogyha lefordítom. Lehetne egy Robocraft Live is. Volt is már, és szerintem lesz is még, csak ugye múltkor olyan szépen elcseszték a játékot, hogy még meccset se tudtunk találni, úgyhogy akkor felhagytunk vele egy ideig. Igen, én utána még ezzel játszottam vele. Ja. Most nem tudom, hogy ti mennyire szeretnétek nézni, mert hogyha úgy van, most már jó. Most nekem már tetszett, hogy már mikor kezdtem belejönni, úgyhogy ha helyrehozták, azt mondja a Robi, akkor lehet majd egy... Ma nem, mert ma itt káosz van. De valamelyik nap a héten persze, akkor ki is írom, figyeljétek majd a Facebookot, vagy akármit. De Guszti, adj egy kis állatot, vagy... Mit? Állatot a venyigének, jó, most ezt szépen akartam mondani. A venyigét az állatoknak, mert szerencsétlenek, éhesek, baszki, és nincs bennük egy darab bogyó se. Most a szarvasoknak adok, amennyi van nálam. Van majd a... De izét használod azzal... Igen, azzal gyalogolsz, annak adok, várja. Kapkodok még föl hozzá. Én adtam most ennek a buzulmánnak, csak még mert ittem csokkot kap, aztán ezért ja. Ránk majd itt a parton, mint a kemotoxos lény, mert éhen döglik majd akkor. Ránk a parton, mint a kemotoxos lény. Adtam neki, jó megy neki, még Medzsót is kapna.
Jó van, összetákolok valami házfélét, most már van annyi kő, de megillag volt. Ja, megint. Hétfő van a szerveren is nagyon. Ja, ez... Tudom az már. A mázsa szar a szarvas mögött az övé volt? Esélyes. Igen. Ja, ez a szarvasok, nem, mindjárt megyünk arra. Tolják magukból szépen. Na akkor, hogyha úgy van, Bruszi, figyelj. Mire? Nézd a valadomat, hogy lássák, hogy lehet droppolni benne. Hol vagy? Hol vagy? Nem látlak. Itt vagyok már. Ja? Nyomjad? Figyelj. Megye. Várj-e. Tessék. Köszönöm szépen. Ott van, rágd el. Jó, tudom. De figyelj, szerintem még a buzulmánnal is meg lehet oldani a műsort. Puszti, figyelj a buzulmánt. Ah, yes! Oh, yes! Na, egyébként írják, hogy harapja a paraszaura lajtbogyót. Igen, az is lehet szedni, mert... Bár jaj, jaj, kéznél többet megpróbálom. Mert ugye mi azt kihagytuk, mi mindig trike, meg stego, és akkor ugye utána meg már brontó, tehát parával nem is igen szedtünk sem bogyót. Hát parával nagyon célozni kell gyerekek, szóval... Ja, nem nagy terület. De jó, de viszont mert... hát jó, most ugye itt sokszoros a szedés. Aha. De, adja, de. Azért adja? Aha. Ez olyan jó itt ez a fa, ezt nem vágom ki, mert félek, hogy nem. Hú, bakker, de viszont a parával nagyon célozni kell, és sőt, mi több, még lagból is tőle, baszki. Ja, igen, igen. Aha. Nem is kicsit. Még fát is szed, jobban ott egyset. Most a buzulmánt idomítom ilyen bogyószedésre. Jó. Baszki, van nála bőven. Nem, abszolút nem rossz. Hát, hogyha gondolom egyszerre szerven lennénk, akkor... Ja, hát, igen, igen. De egyébként, ja. Egyébként jó. Wolf, az a gond, hogy mindig ilyen extrém időkben csinálok én. Valaki álljuk. Jött a King széktől, a Dermesztő nevű sassal, és van itt egy raptor is, gondolom az övé. 23-as. Ó, csak nem... Hé, hey, Feri! Hé! Hey, ezt kaptuk? Mondjuk jó későn lehet majd kléme... Ja nem, várjál. Szabad, de te? Most ez a miénk tényleg? Robi, kaptunk egy raptort. Ha jó! Köszi szépen, nem tudom nézed a live-ot, de várjál, megírom izébe is, hogy lássad. Ja, írd neki a nagy. Köszönjük szépen! Ez jó! Megpróbáljuk ez jó. Nem megenni reggelire. 23-as raptor, teljesen jó, kell akkor egy nyerget majd pattintani neki. Na, gyere haver, akkor jössz velem, pakolunk te veléd is. Ja, kaptuk! Szuper titkos írja, hogy így... Hogy kapt... Igen, te mondtad, hogy raptort... Akarod, hogy elnevezzünk rólad, akkor legyen ez az? És így legyen az a neve, hogy szuper titkos titkos? Durván titkos raptor lesz akkor, gyerekek. Ja. Te Robi, de akarok egy ilyen mólót, illetve egy teraszt, ami így kijön a házból, de egyelőre elfalazom. Vagy nem, majd... Várjál. Mindjárt. Azt mondja. Meg... Ezzel jön. Kezdtem a játékot, ez nekem teljesen felesleges, gondoltam nektek, talán jó lesz valami, írja a kommentbe, Puskás Ferenc, köszi szépen Feri, akkor nagyon jó, használt vesszük. Oké, akkor viszont elnevezzük szuper titkos titkosra, mert ezt kérte az egyik néző. Oh meg hide, Guszi nincsen hide-unk, baszki. Már lehet, hogy van nála. Ami van, azt beleteszem ide a szekrénybe. 32-t tudok rakni. Jó, elég lesz. Kellene lassan vadászni, mi? Használtam most az összes követ. Azt kíváncsi, hogy hol van a mozsár. Két fal magas legyen a ház, elég annyi, nem? Így egyelőre. Igen. Aztán akkor... Hol van a kő? És milyen tök van már? Szerintem már elhasználtam. Hol lett a kő? Hát elfogyott falra. Egyesítsél le. Itt van el most. Na Dodo, te meg ott egy trike, Robi.
Szerintem be is van szorulva ráadásul, nem fogunk csúszni, vagy mérgez... Ó, mekkora lap volt. Mérgezett nyilke. Mindjárt várja egy mozsár. Várja, simán bogyóból is lehet mérgezett nyilat? Nem, de most csinálom a mozsárt. Ja jó, jó, majdnem megöltem szegényt. Hagyod addig, mindjárt. Jó, szedek bogyót. Ó, bakker, busz. Ó, hát a dodo az föl fog kelni. Mert mi van? Így hallottad. Jaj, nem mondod, haldoklik a netem, tényleg. Mi a kedvenc játékot, kérdezi Gál? Hú, hát rengeteg van, egy kedvencet megnevezni nehéz, hát most az Arkot szeretjük. A Csivalri most nagyon bejön, aki látta azt a lovakkori kaszabolós dolgot, ahol múltiplayerbe szoktunk menni. Most így ilyenek. Igen, F5 mindenkinek, de egyébként nálam is lehetett gond, mert mondta a Robi, hogy még a TS is megrecsent, szóval az internet szolgáltat is úgy gondolta, hogy hétfő van náluk. Name your Dodo. Gyerekek, adjatok majd a Dodónak nevet, jó, egyelőre Dodó lesz, már meg is témelődött. Gyere szépen apu után, gyere haza. Jó, viszont a Raptorban nem ártana egy kis hús rakni. Szerintem van nálam nyers, várjál, hazahozom a Dodót aztán. Figyelj, csinálok... Egy darab? Ó, van, még ezt se esz meg, úgyhogy szedek. Jó, azt a trájkot, azt mindenképp, de majd azért passzívozzuk le a dögöket, hogy ne legyen itt. Jó. Kaszabolás. Unokatestvérem németbe videós, ő 75%-ba azt teszi ki, amit akar, és 25%-ba figyeli, hogy mit mondanak. És így lett meg neki 100 000, csak ő full németül nyomja, plusz néha visszugrik 360p-re a live, de nem vészes. Na, ez viszont érdekes, Máté. Figyelj, majd a gaming kanál is Facebookra küld már a csatiát, mert szívesen ránéznék. Meg szerintem Robi is így amúgy is érdekes. Én meg ráadásul még Ausztriában is élek, szóval... Robi osztrákoknál van, szóval igen, amúgy is érdekelne, hogyan nyomja ezt a német dolgot. Nálatok ki lehet modiát, már van talán 2-3 modim is itt, úgyhogy... Most nem kell, viszont ha valamelyik jó felmond, részt, akkor... Jó részt én is moderálok. Robi is szokott. Egymásnál moderál. Igen? Szerintem a Feri, megint. Cső. Hallé, köszi a Raptor. Meg ezt is köszi. Ez mi a zsák? És hogy eltűnt? Ó, Gil Gauntlet. És kaptunk... Márre most lehet fölkaptani. Kell ez a rejtőszínes ruha? Ja, én beöltözök, de tudok neked bőt. Várjál, tessék, itt várjá, a kesztyű itt része. A szedd föl. Ja, ilyen nem még a kesztyű részét szedtem fel? Ó, crossbow gyerekek, szerintem 13 mérgezetnyi lehet, elég is lenne, hogy crossbow-val kiüssük. Hát ott mindjárt csinálunk is még nyilat akkor. Jó, akkor menjünk biztosra. Ó, hát köszönjük szépen Ferinek, köszi. Itt nem kell modi, itt normális a kírja, titkos. Javarészt egyébként igen, de azért ne tudjátok meg néha, hogy esténként. Igen, így. Szokott azért, mikor bejön a gyerek, hogy miért nem Minecraft van, buzi faszok, mi? Mondjuk ezzel szoktam jókat rögni, tehát nem minden esetben bán... Tehát néha már annyira hülyén trollkodnak, hogy egyenesen vicces, az abszolút nem zavar. De javarészt azért ez ilyeneket moderálni szoktak. Hú, de nehéz vagyok, ki kéne pakolni. Ki kellene pakolni. Rókuci, legyen a neve, please. Mármint a Dodónak? Jó van Róka Koma. Nevezzünk el utána is egy játot. Mit? Meg Uszti? Hogy nézek ki? Parancsolj. Na hol vagy? Hol vagy? Háznál vagy? Várj, meg kipakolom. Hát, annyira nem vagyok rejtőszínű, szóval. Ott vagy, ja. Mindjárt megnézlek közelebbről is, de jó. Jó, majd van mindenik állat. Mikor lesz FIFA, kérdezi Riesta, akarok én majd focizni, meg ilyesmiket, meg mondjuk más sportjátékot is, amik így jobbak. Úgyhogy valamikor majd lesz, de pontosat nem tudok neked mondani, de figyeld a csatit. Még a szemed színe is jó, Robi, a ruhához. Várjál, bevágom magamat ide a susnyába. Ja, várjál, leveszem a nevedet is, meg mindent. És így normál esetben, ha csak így pásztáznám a táját, és nem lenne kiírva a nevet, abszolút nem látnék belőled semmit. Például most... Hát nem is látlak. Mármint szó szerint nem látlak. Látom, gyere ki a fűből! Nagyjából... baszki, épp van csak a fejemet. Jó, hogy fekszel! nagyon jó, várjál, lefeksz. Nagyon jó, hát lehet itt komandózni, gyerekek. Nagyon jó. Én utána is elneveztek egyet, Guszti, ha meghalt a madár, amit már elneveztetek.
Itt volt madarunk ezen a szerveren, Robi? Szerintem az a Robi magánszervére gondolsz, lehet, hogy ott van rólad az F16, az enyém mód. Az a sajátom mód. Pakolj ki, Guszi, mert a végén azon kapod magad, hogy magas a hangod, Dagi vagy, és mindig énekelsz. Ja? Nem, az papírre szortja, papírnak. Igen, majd témelni fogunk egy trájkot, mivel hogy a trájka normálisan lehet finírózni. De erre nem ment már innen, mert én neki megyek, akkor nem érdekel. Várjál, ezért most már... Hát tököm legyünk... se. Ha van 20 izény nálam majdnem, csak elég egy trájkhoz. Ráadásul be van szorulva, nem, mérgezett izé, 16-os szint. Mérgezett nyílből van 20 darab nálam. Aha. Hát akkor pakolj már. Na jó, már csak 18, mert 19 volt és egyet betöltött. Na várjál, csak én is itt a Minecraftot. De úgyis beszorulsz, barátom, és akkor szépen mész csicsikába, ugye? De nagyon véres vagy. Húha. Ugye nem öl meg a crossbow. Szépen megölte hát... a crossbow. Ja, és tudod miért ölte meg a crossbow? Nem mondod, hogy ilyen... Sima nyírat raktál. Aha. Te mondod, jó, hát bőr is kellett meg hús. Keresünk egy másikat. Akkor jó, akkor viszont nyugodtan készülj föl rá. Akkor csináljál. Küldeném, csak nem mondtam még el, plusz én is felnéznék rá, de ha nem felejtem el nyáron, megkérdezem tőle, hogy mi az. Kinyitott... Ja, hogy nem... Szuper titkos, titkos a csatorna? Jól van, tudsz valamit, szólj. Van bogyód? Amúgy, hogy tudjátok, a busz is tud azért tűrhetően beszélni, szóval az, hogy most a németekkel bemennünk játékba, azt a busz is meg tudja csinálni. Szóval én még azt is meg tudnám oldani nektek, hogy akár fordítanánk, szóval... Lehet lesz majd ilyen, hogy hát figyelj, bemegyünk úgyis majd itt arra, tudod, Rob, úgyis terveztem ilyet, hogy bemegyünk trollkodni ilyen külföldi szerverekre, aztán ott lehet kommunikálni Deutschokkal, meg még Deutschba is mehet ki a videó akár. Figyelj, van már mylingoló? Ott van benne házba. Épp azért szerem a cuccot, hogy... És omlott húsunk is van? Bár most a trájkot van ugye... Van benne. Hát ez szép. Figyelj, Robi, akkor 17 vödörnyi izét csinálok. Csinálj akkor mérgezett nyilat, aztán vadászunk még itt egy trájkot majd még a live vége előtt. Ott jön az, a trájk föntről a... Egyen sípbe jön lefele. Na, ez nem lesz jó? De hogy nem, a nyilaknál vannak buszti. Figyelj, odaadom, várjál, hagyj meg. Várj, meg vagyok feszülve, adjál. Akkor gyere haza, mert akkor kraftolok még. De ne veszítsük szem elől, ott mászkál. Az állatokat közelebb hozom az otthonhoz. Nem rakom. Passzívold le őket, hogy nem a jövetlen is meginduljanak. Másom, hogyha most megdöglünk, akkor... Figyelj, füszültem egy passzívot. Ezt a parát viszont kinyírom, mert kellene hús, meg nem tudom micsoda még. Remélhetőleg innen arra fele fogsz futni. Állj meg, te szemét. Jó, hát ez szép volt. Ezt most javarészt csákánnyal szedjük, mert csinálunk romlott húsot. Jön vele a fa is minden. Romlott húsot csinálunk. Azért figyeljétek ezt a magyar nyelvet. Ezen a szeron volt Guszti. Abban a live-ban kapta a nevem a madár rólam, amikor papival találkoztatok. Ó, gyerekek, az nincs meg. Ugye bejött az a troll, és itt szétburította az épületeket, meg lebannolt mindenkit, és akkor, tehát volt már izénk, mamutunk, meg bözsinénink. Parakerateriumunk is, tudjátok, az a nagy növényevé, és azok sincsenek meg. Igen, akkor tényleg volt itt madarunk, Robi, valóban, de hülye vagyok, és én még azon repkedtem, mikor találkoztunk papival, tényleg. Tényleg, hát azok sajnos elvitte őket az enyém. Figyelj, kraftoljak 56 nyilat? Kell neki is flint. Kéred a nyilakat? Kidövöd akkor a trájkot? Jaj, add a nyilakat. Buszi, lehetek Trike, please? Jó, az lesz a neve akkor, hogy Darth Vader a Trike. Király. Na. Az jó, az jó. De hogyha, akkor hogyha érzel, hogyha fiú. Ja. Majd egy igaz is van. Na, dobsz alá vagy, vagy nézelődsz, hogy mit most? Kraftolja folyamatosan, de akkor már dobom ki, ha kész van.
Várjál. Úgy. Kaptál 50-et. Van nekem trend. Fallout 4. Én azt nem szeretem azt a játékot, őszintén megvallom nektek. Hát többől ezt nem kört volna. Őszintén megvallom, meg. Én tőlem most itt kéri a Wolfgang, hogy lesz a Fallout 4. Azt a Gustina, gyerekek, mert én a Fallout-ot lehet, hogy én csak, de egyébként papi jól nyomja, élvezettel is nyomja, meg van nálam már csomó, tehát tényleg azt megtaláljátok, hát nem hiszem, hogy mi is nekiállunk külön. Én inkább valami autós játékra lennék. Igen, az már jó lenne. Az már jó lenne. Egy jó. Szeretnék egy... Mert annyira kevés van PC-n, ami jó. Most erre a... Megmondom őszintén nektek, ez a... Hol most a mit dobtam Robi? Ki? Ott jött lefele. Na jó van, hát ez már... Azóta lehet, hogy hetet-hét határon túl van. Körbenézek egy kicsit. Várjál, beszélünk, meg mit tudom én, így azt sem tudom, hogy... Megvan, itt akkor... van. Egy 16-os nőstény, úgyhogy a Darth Vader név, akkor Darth Vader inának kellene, hogy legyen, vagy ilyesmi. Megint szarul hallak. Igen, hullik a net. Várjál, lőni se tudok, most fogadjunk ki, dob a játék. Na, inventory bejön. Elvileg jó. Jó, már helyre jött már? Nem, jó, most jó, jó. Ó, de megindult. A crew-ot akartam én. Na, gyerekek, a crew-t. Gondolkodtam rajta, hogy megveszem. Jó, kisdűt. Már hát mondom, ide jövök, mondom, már valakból lövöm aztán. Volt, akkor nagyon. Szerintem üzése fog kelleni, bár azért annyira gondolom nem gyors. Van narkónk vödörbe? Van, de adunk neki is jó narkót. Szépen kifeküdt. Köszi, a kakilások a fanon kívül van értelme? Ó, hát igazából nem is a fan az értelme, hanem pont, hogy a lényegi rész az az, hogy abból csinálod a trágyát, a trágyával tudod megoldani a kertészkedést, tudsz ültetni citromot, répát, kukoricát, krumplit, ezek mindegyike olyan főzethez kell, amivel gyorsabban és több bónusszal szelídül meg az állat, valamint van egy harci virág, aminek Plant Species X a neve, ami lényegében ilyen lassító, meg sebző spórákat lő ki az ellenfélre, és azt is trágyával kell, tehát trágyával működik gyakorlatilag, ha elfogy belőle a trágya, akkor egész egyszerűen kirohad. Tehát a kakilásnak van az egyik legnagyobb értelme a játékban, igazából ez nem is a fánról szól. Úgyhogy igen. Servus Drop Sky. Köszi. Na gyerekek, kaptunk egy raptort. Jön megint Feri, van két szarvasunk, van egy paránk, lesz egy trájkunk. Hogyha a Need for Speed lenne, most ugye Wolfgang beírta, vagy Wolfgang beírta nekem, hogy a Need for Speed on the Run lehet, hogy fog tetszeni. Én azt már próbáltam, nem tetszik. Az Underground óta a Need for Speed, meg a Pro Street, talán a Pro Street volt az utolsó, amelyik... A Run az az, amikor Amerika egyik végébe kell átmenni a másikba, amit egyébként rohadt jól megvalósíthattak volna, mert az ötlet baszott állat. Igen, csak az amikor nem már mész, mint az ökör, aztán hirtelen csak jön egy ilyen beláthatatlan kanyar, ugye, mert már 300-at tépsz, és akkor lényegében a kaktuszfának a öntetejét nézegeted. Ennyi. Szóval az nem tetszik a Run-ba. Viszont nem gyerekek, állítólag, ez állítólag igen, az új Need for Speed, szóval ami már, ha jól emlékszem, konzolon kémba, az állítólag jó lesz. Nekem ezekkel mind az a bajom, megvan a létjogosultságuk ezeknek, hogy űrhajókkal mész 400 km/h, csak az a baj, hogy ez már sok és a csapból folyik. Tudod, mit néznék meg, gyerekek? Ha valaki fogná a régi Street Road játékokat, ha valaki emlékszik rá. Amikor a garázsba szerelgetted a kocsikat, elmentél a kajádába, és ott kihívtál sima közembereket, aki szarautóikkal versenyezik. Na, gyerekek, az autós játék volt. Abból valaha tolnak egy remake-et, de nem ilyen gagyi szart, hanem tényleg egy remake-et. Akkor az elsők közt ezek is ilyen nappal játszani fogok vele. De mindez idáig erre nem került sor 91 óta. Ja, akkori cuccról beszélünk, sőt a Commodore-os verzió talán 80-valahányos. Ugye ott
kivetted a motort, betettél egy nagyobbat, lecserélted a karburátort, krómozott versenykarburátorra, rendesen lóvét kellett keresned, és otthon a te garázsodba, a házadnál, a nyári szünetbe szerelted garázsodba. A kocsit. Te garázsodba, garázsodba, hívd, aminek akarod. A lényeg, hogy baszott jó volt, és ez semmilyen 350-nel haladó Lamborghini, ez engem nem győz meg arról, hogy az jó, érted? Tehát az egy nagyon jó cucc volt. Jó lenne, hogyha 89-es írja Genesz, aki egyből kap a témán. Igen, igen, 89-es volt az eredet. Tehát megnéznék már egy jó olyan autókkal menni játékokba, milyen autót soha nem lehet az életbe, értem én. Csak ugyanakkor meg jó lenne az a másik véglet, hogy veszed egy szaros moszkvicszerű valamit, aztán raksz bele egy másik motort, vagy akármit, aztán ott nyomatod. És ilyenek Bandi meg voltak csinálva, írja. Igen, mondjad. Bandi azt írja, hogy a Rivals nem volt rossz, meg a Burnout Paradise. Rivals? Ja, hát... Ó, voltak csomagok? Látom, hogy itt jár Feri, de nem látom őket. Mármint a csomagokat. Mondjuk annyira pofáztam, hogy lehet, hogy elmentem mellettük. És már eltűntek. Húha, remélem akkor nem hozta értékeset Feri, ha erről van szó. Na szóval az volt a lényeg a game-nek, hogy ilyenek meg voltak csinálva, hogyha nem jól csavaroztad be például a váltót, nem húztad be a csavartökig, akkor menet közben, amikor volt a verseny, szépen az egyik váltásnál egyszer csak kiesett a váltód, meg ilyenek. És akkor vehettél bele újat, meg persze buktad a versenyt, és hogyha ugye olyat mentél, hogy kocsiért ment a verseny, akkor viszlát volt az autónak is. Szóval egy ilyet megnéznék. Ha valaki tud hasonlót PC-re, akkor írja be, és azonnal megnézem. Tehát kommentbe jöhet. Hát van hasonló, csak az a gondot nem tudsz versenyezni, szóval ilyen garázs szimulátorok. Azt vágom, vannak. Igen, azok jó. Bátyám is nyomja ezt a karmechanik szimulátort, ami tök szép, meg jó is. Mondjuk abban lehet tesztelni is az autót, csak ugye az más. Másabb, mint amilyenre én gondolok. Buszti, a Dodomnak van értelme azon kívül, hogy az első adandó alkalom le vágtok? Hát ugye Rokakoma nevét viseli a Dodom. Van, mert ő fogja szolgáltatni a tojást nekünk, amiből szintén lehet főzni. Úgyhogy persze, hogy van. Vagy pedig a tojást megesszük, ennyi. De amúgy nagyon jól lehet harcoltatni ilyen izét, 10-15 darabot. Ja, beidomítjuk őket, aztán ráhúszítunk valamire. Mi kell nekem? Ja, fa meg tecs. A vérdodók támadnak. Baszki, fém jött ki a cíval. Miben? Hogy hívjam már. A gyerekek, megfeszültem mozdulni, és tudok, és még tecs is kell. Csinálok egy ilyen ajtókeretet. Jó. Már megtalálom. Ja. Tukeret, ajtó. Hogy? Ja, azt csináld meg, én meg így a terasznak hagytam itt helyet. Jó, lassan haladunk a házzal, de hát én sose voltam. Hát jó, hát az a gond, hogy nem, hanem hogy én sokat magyarázunk, szóval most... Persze, hát így nem tudunk úgy játszani, mint hogyha csak itt simán az ember csak arra figyelne, hogy játszik, akkor unalmas lenne a dolog. Na, beszorultam. Azt írja valaki, aki próbált a konzolon, Revenge írja a Need for Speed-et, hogy hát nem sokat vesztettél vele, drop, írja az egyik srácnak. Én konzolon játszottam vele, a koncepció jó, de a megvalósítás, amit akartak a játékkal, bűn az egész. Hát igen, akkor gondoltam, hogy ez se sikerült, pedig most 2 évük volt rá az egy helyett. Mert ugye minden évben volt Call of Duty, igen, minden évben volt Need for Speed, ugyanúgy, mint Call of Duty is. De... Hogyha úgy van, akkor már írd meg, légy szíves, hogy miért is. Vagy mit látsz annyira? Ja, tehát konkrétan mit nem sikerült megvalósítaniuk, kíváncsi vagyok én is, mert ugye nekem PS3-on van, csak itt még ez is javításra szorul. Volt már PS4-en meg minden, de azokat már eladogattam. Úgyhogy most egy ideig kiestem a konzol dologból, de egyébként szeretem a... Tehát régen PS-en nagyon sokat játszottunk meg minden, úgyhogy nem fújogok a konzolosokra, mindennel eljátszok, ami úgy jó, meg ami van.
Servus Gamer King. Miért nincs nálam hely, vajon megint? Lehet, hogy a negyed után majd le is zárjuk, Robi, és akkor megpróbáljuk itt megoldani, ami megoldásra szorul, és akkor valószínűleg 5-kor benézünk még egyszer, miután lett tartva egy kis szünet, meg utána szerintem egy csivarja, ahova szerzünk még embert. Komolyan egy pók lengett itt a levegőben, vagy mi volt ez? És majd akkor valamit néző majd a netedre rá, mert megint izőt, ugye, most megint jó hallok, csak megint volt buzon, már megint. Vagy lehet, hogy mármint, hogy maga a TS szerver haldoklik. Mit keresek én itt ennyire? Egyelőre fa plafon jó lesz, nem? Egyszerűen hihetetlen, hogy mindig gazd meg, amikor élő adásban az ember, akkor mindenki még bír találni, szóval mindig elfelejtem a rohadt telefont kikapcsolni, de ilyenkor mindig csörög, zörög, mindent csinál. Na. Ja. Need for Speed Shift. Ja, beleautóztam még, arra emlékszem, igen. Muszima, legyen Reign of Kings. Szervusz, Liki Ánusz, ciao. Wolfgang, milyen szerverre gondolsz? Erre, amin vagyunk? Ezt, bocs, de én nem mondom el, hogy mi a kód. Szóval, hogyha úgy van, akarod a kódot, akkor Szefivel szépen értekezve. Én nem fogom elmondani, az biztos, mert a buszt is. Igen, mert sőt, mi is úgy vagyunk, hogy elvileg ugye kiírtak Szefi, hogy aki ittben van, az írja a nevét kommentbe ahhoz a poszthoz, amit ő kiírt, mert akinek nem lesz ott a neve, azt egész egyszerűen bannolja, mert hogy idegen. Szóval én is beírtam, remélem átolvassa alaposan, nem tudom, hogy fog működni a dolog, de ugye a múltkori eset után... Az anyumit is beírtad? Figyelj, hát a tiédét én nem írom be. Simán kommentel, jó, de először jelentkezz a csoportba, vagy írd meg ki vagy, vagy nem tudom. Aztán ja. Servus Razer Phoenix, de jó neved van. Jó, hát akkor majd ezt is live után elintézzük, szóval. Ha kell, adok Robocraft accountot. Van már. Vagy te már egy feltuningoltra gondolsz? Igazából szívesen fejlődnénk föl én, mert akkor meg minek játszok. Ha egyből átveszek mondjuk egy fullos accountot, nem tudom mire gondoltál. De most annyira hülye vagyok már, most elmentem marékkőjébe, az össze, meg... Össze-vissza futkosok, nem érted? Most nincs nálam hely, és ahelyett, hogy kipakoltam volna a szekrényből, itt fibrillálok össze-vissza. Most már volt 20, na még egy kőfalat ide rittyentünk, gyerekek, aztán esélyes, hogy itt az össze-vissza szállingózás helyett inkább elköszönünk, megoldjuk itt a problémákat, és akkor 5-kor vissza belépünk, hogy valami hasonló. Buszi, szépen használod az ajtót. Igen, látod, akkor is ott megyek ki, hogyha nincs kész fa. De ez igazából azért van, mert hülye vagyok szerintem, nem azért, mert jól használom az ajtót. Jó, erre olyan jó kis háromszöges tetőt akarok rakni, hogy valami házformája legyen. Még jó is néz ki így a fa alappal. Vagy hogyha kész lesz, így. Szervusz. Csinálnánk egy ilyen hídat egészen át a Ósó-szigetig. Innen át arra? Ne kelljen úszni? Vagy repülni? Ja. Hát nem tudom, mit szólnának Szefiek, ha ide rondítunk? Nem. Akkor egy ilyen formását kéne kivilágítva két oldalt, ilyen álló fákjákat. Csak tudod milyen napoljén. Hogy? Van jó széleset, meg így tudod így ilyen sávba, vagy úgy lefalazni, ilyen két kocka magasságba, mert akkor lényegében nem tudnának leesni a recsek se. Nem esélnek a vízbe. Szóval át tudnának jönni ide. Tehát egy két beton széles, két beton magas hidat odáig? Úgy, egy ilyen U-alakba, úgy pontosan. De akkor ahhoz már Doedic Russa farmoljuk a követ, meg valami 500-as végig magunkra is megfaszom túl. De jó. Azért megkérdem Xefi, de lehet, hogy jól mutatna innen a szigetig. Az azért gyerekek... is lenne. Ja, de szerintem kipakolom azt, amitől rohadt nehéz vagyok. Most már nem tudom mi ez. Mi az? Lehet, hogy a bogyók? Mert akkor azt meg betöltöm arcba. Nem mint amennyit betölt a arcba, a többit elosztom az állatok között. Jó, gyerekek, hát a nagy live-olás közben annyira haladtunk, hogy ez van hihetetlen.
Na figyelj, elköltöztünk otthonról. Ja. Lett állatunk, kaptunk is Ferit. Ú, mekkora lagót, visszakerültem a házba, hallod? Úgyhogy... Ma tényleg hétfő van mindennek. Szervernek, embereknek, Steamnek, YouTube-nak, mindennek egyaránt. Wolfgang kérdezi, hogy lesz-e ezen kívül live. Beírja, neked csak Nico Hep... Nikolász. Nem. Na, nem, szóval... Nem. Hát nem tudom. Ők jobban hogy tudják. Ja? Ja, hogy jobban tudják. Aha. Na, nem lehet hidat 78 blokknál tovább, és olyan mély a víz, hogy ahhoz 150 pillár kell. Ó, baszki, tényleg! Aha, tehát támaszték nélkül itt nem tudod vinni, mint a Minecraftbe, kell alá pillár, és az le kell vinni a tenger fenekéig, hogy megtámaszd a hidat. És? Mi a zsákon itt? Hát mi, basszus, 10 live-on keresztül azokat a pillárokat akarod épülni a víz alatt? Hát, jött valami itt. Itt a szú. Szú. Szervusz. Tényleg, mintha nem indult volna. Bepörögtek a rotorok. Ott jött még egy ilyen... Mi a tököm van? És ha két oldalról indultok el, kérdezik Enes. Tehát, hogy onnan erre épít valaki, innen meg arra valaki, és akkor lehet, hogy nem kéne annyi pillár, mint hogyha csak egyfelől van a izé. Mert megvártjuk, hogy... Jó, hát ezt... Huszi, ott a redék laknak... Mármint a hús... evőszigeten? Visszahallani a hangot háromszor. Igen, mivel hogy nyomtuk a B-t, hogy ugye szógék halljanak. Persze, minket. Muszáj kommunikálnunk a játékbeli játékosokkal is, akik nincsenek teljesen, és ilyenkor visszahallatszódik. Na jó van, gyerekek, lezárjuk, mert hogyha tényleg 5-kor akarunk visszajönni, akkor kell ide szünet, meg itt rengeteg problémánk van. Azt megoldjuk. Aki itt volt, annak nagyon szépen köszi. Lesz akkor ma még egyszer egy ARK valószínűleg, meg a Robival csivarizunk egyet, szerintem oda beszáll Genesz is, meg aki még hazaéri délután, aztán hülyére verjük egymást élőadásba, úgyhogy röpködni fognak a végtagok. Aki itt volt, annak köszönjük szépen a figyelmet, legalábbis én már zárom, de lehet Robi is. Lent a videó alatti leírásban mindent megtaláltok. Fogom, úgyhogy én nekem is azt kell állni, még folyóügyeket el kell intézni. Redék laknak a húsevőn, igen, jól van. Nem baj, hát a fölgetlen jó lenne egy híd oda. Jó. Jó, majd ezt meglátjuk még. Na jó, van srácok, köszi szépen a figyelmet, akkor mindenkinek találkozunk a következő live-ban. Figyeljétek a Facebookot, Twittert, stb. Ciao, sziasztok! Sziasztok! Halé.